Hello, jó estét, sziasztok! Kicsit későre etettünk ma. Kicsit késő van. Ezek már megkapták. Most még csak eszegetnek már. Ezek most kapták meg, mert ezeket nézzétek meg. Bele se férnek, várjátok így egy kicsit elemelem. Hogy elébb megyek. Talán így jobban beleférnek. Van egy, ezt nézzétek meg. Ezt most ránagyítok, hogy lássátok. Ez olyan gyönyörű, szépen búg, gyerekek, hogy az eszméletlen jó búg. Nagyon jó, megfigyeljétek, még fényes is neki. Tehát olyan, olyan jó kis váladékozós pérája. De ugyanúgy zabál, látjátok? Figyeljetek, visszacsinálom. Hogy az ugyanúgy eszik. És nem hiszták el magukat. Az volt a tervünk, hogy ugye mivel lányok, jó, elhízzaljuk őket, aztán nem fognak bugni. Gyerekek olyan rendszeresen bugnak, hogy eszméletlen. Nagyon komolyan, szépen bugnak. És ahhoz képest milyen szépen eszik, ide nézzetek. Ami neki panaszkodik, jaj, nem eszik a kocám, mert búg a hizó. Búg ilyenkor, lead 5 kilót, 50 kilót ad le, a másik azt mondja, 30 kilót ad le. Hát nevetséges az a helyzet. Látjátok, hogy hegyezi a fülét, figyeljetek. Figyeljetek ide. Oda nézzetek, figyeljétek. Figyelj, figyelj. Bence, rátenni a kem... Halljátok, visszakossz? Figyeljétek, mindjárt bemegy. De szólj neki, mert nem tudja, mit akarsz, mert ő igazán nem volt még így piszkálva. Most nem tudom, mennyire látszik, mennyire sem. Ki se tud jönni, ki se jön, hát nem jön ki. Nem bírsz vele, fiam. Rajta ül, látjátok. Nem nagyon látszik, mert ez a hülye. Na talán így egy kicsit közelebb megyek. Így gyönyörűen búg. Gyere, hagyjad, ha legyen, ne zavart. Simán lehetne rakni, itt van két mázsa. És egyszer azt hittük, hogy el fogjuk tudni őket hízlalni annyira, hogy nem fognak búgni. Itt van két mázsa környékén. Halljátok. Ez az. Aztán úgy búg, mint annak a rendje. Ezek kis kajátok ma. Minden megettek már. Most már csak vízük van, vizet tett nekik a benő. Az öreg lány az még szocsizik. Ez ilyen éjszakai videó. Patkány, annyi gyerekek ide jöttünk, most fönn voltunk anyámnál egy kicsit. Nézzetek a tankok. Zommolj már, miért ilyen homályos ez a bánatos, rittyós telefonna? A főső, mindjárt megpróbálom megtörni a kamerát valahogyan, hát ha jobb lesz. Két mázsa körüliek, vannak a nagyobbak, az a belső az nagy, meg ez a, tehát az a kettő belső azok baszott nagyok. Ezen nézzetek. Vékony átben. Gyönyörűen áll, gyerekek, ez rakható lenne, de hát nem rakjuk, mert le lesz vágva. Kis tankok. Ha nem zavartuk volna meg az evésbe, akkor evett volna még, de legalább többet tud enni a durdulenkó, de nézzetek, ott zabál. Csak-csak eszik ám. Iszik most. Forró a teste ám ilyenkor. Kiisszák a vizet, kell nekik adnia. Meg azt vettük, hogy akkor úgy lehet még észrevenni, hogyha
nyári időszakban búk, hogy belefekszik a vájúba, mert forró a teste is, ugye van víz a vájúba, most forró a testük is, ilyenkor próbálja hűteni egy kicsit is magát. De jó állású meg minden, de hát végül is ezek igazán már maximus végtermékek igazán, tehát valószínű, hogy lehetne rakni meg lenne is malac, meg minden, de nem úgy vigyáz, tehát nem biztos, hogy olyan jó göbe lenne, mint hát mondjuk. Volt egy göbénk, ami ilyen maximusos volt, tehát amilyen ilyesmi volt, és úgy jártunk vele, hogy... Hát igen, nem tudom, hány harmadik ellésén már nem bírt fölkelni szegény, úgy kellett fölrugdosni, fölsegíteni, fölkelteni. Most szó szerint majdnem csak rugdaltuk, mert akkor volt egy állat, mint egy hatalmas, egy jó szegény, 2,5-3 más volt, és már szoptatott pedig. Hát ilyen 2,5, és egyszer nem akart fölkelni, nem bírt már fölkelni, és úgy kellett segíteni neki, olyan széles oldala volt neki, hogy egyszerűen nem bírt fölkelni. Nem bírt, lapjára feküdt is, és egy szó szerint lapjára feküdt is, és egyszer nem bírt fölkelni. Szegény főnevett azokat a malackákat, nagy nehezen, és le is lett vágva, ugye föl lett ízlalva, aztán le lett vágva. Nagyjából ilyenek, későn kaptak már ma ennit, el voltunk anyámnál, összeszedtük a... voltak ilyen radiátorok, tisztos alumínium radiátorok, összeszedtük. Meg apró vasat, meg ezt-azt, meg itthol is összeszedtük a dolgokat már a múltkor, amik így maradtak, talán meg tudom mutatni, amik maradtak ebből a paneleknek, szendvics paneleket, lenyúztuk az ilyen maradék lemezeket, igazán ez majdnem mindaz, a maradékok. Meg vannak ilyen drót maradékok, hát ezek nem biztos, hogy látszódnak, de talán így, na így közelebb jövök. Ezeket még holnap reggel szétvagdaljuk erővágóval. Gyerekek, így néz ki a garázs. Nem ám, erre most csak így véletlen, tehát ilyen akarattal tértem ki, hogy így néz ki a garázs. Ez van, muszáj egy kicsit vasazzunk, mert megmondom őszintén. Nincs pénzünk, kevés a pénzünk. Tehát van ilyen is azért, amikor nincs pénz, sok a jószág, sok a... van pénzünk, csak ugye be van osztva mindenre, és a jószágoknak azért szükségük van még azért takarmányra is, úgyhogy muszáj valamit kezdjünk magunkkal, mert búgjál csak. Ja. Vasazunk egy kicsit, aztán lesz pénzünk, aztán pluszba, de ez például van pénzünk. Csak most mondjuk, hogy például nem takarmányra, meg koncentrátumra, mert azért a malacoknak az kell, még hát a sűrűknek még azért adunk koncit. Úgyhogy majd lesz. Lóvé, aztán veszünk kukoricát. Jó drága kukorica. Ja. Jó éjszakát, sziasztok! Álmodjatok szépeket, de csak szigorúan szex után. A nagyok. A kicsik a mese után. Kicsik a mese után, meg a kakaó után. Milyen fa ez, Benő? Itt te. Az avokádó. Nem avokádó, az a másik. Mangó. Mangófa. Van egy mangófan, katyát. Itt van. Bentről is meg tudnám mutatni, de most kintről mutatom. Van egy szép mangófánk. Na, csövi, sziasztok, jó éjszakát!